hiszen a rajt, gondolom ez újra megfejlíti a szak kommentátor ereiben, gyönyörű kép. Nem véletlenül szavaz a kajakosokra, itt 1990-ben egyéniben világbajnoki címet szerzett. Tényleg gyönyörű kép, meg annyi párharc, meg annyi harc. Az elején mindig a helyezkedésé az idő, helyezkedésé a legfontosabb szerep, hogy olyan pozícióba kerüljenek, hogy aztán oldalvizen, kicsit könnyebben, kicsit lazábban tudjanak menni. Hopp, micsoda verekedés, ez előfordul, hogy a hátul. Itt már a népes kajakos egységek. Ez az alsó forduló, ahol jó pozícióban jöttek el a magyarok, és most már elő az élen fölfelé. Ők mellett látni is, hogy ők eveznek két bal oldalán, most vágnak befelé középre, ezzel is zárva az utat. Pavelka Béláék, a másik magyar egység is ott van a háttérben, látok el az előbbi pillanat a sapkában. Viktorék maga biztosan haladott az élen. Így van, Szaká és Jámbor a világbajnoki címvédőt méltóan eveznek, és elsőnek közelítik meg a futó helyet. Érdemes figyelni, hogy milyen precízen pontosan száll ki a hajóból. Nem áll meg, veszik ki, rohannak. Gyakorlatilag menetről. Jelentős gondjai, specialitások a tornai fiúknak, hogy nagyon jól futnak és nagyon jól végzik a technikai, a feladatokat a versenyen, ez minden versenyükre jellemző egyébként. Ebben a pillanatban már meg is történik a vízleszállás, ami viszonylag jelentősnek mondható előnyt jelent nekik így az első utótáv teljesítése után. 160 méter egyébként ez a távolság, amit futva kell megtennünk a versenyzőknek, és mint ahogy tegnap is említettük, ez a sportág azon jellegéből adódik, hogy ez északról származik. A maraton, ahol a két folyócska lengyelek erejét. Minden esetre itt még úgy tűnik, hogy Kizuka és Mihara lesz majd a két fő veszélytárs. Itt pedig a fiúk, amit a felső fordulóval birkóznak meg. Nagyon rosszul fordul Béláék, ha jön pedig a segítők, amik ott vannak a futószakaszon, egyébként nemzetenként két-két segítő lehet. Üdítővel, illetve hát vízzel frissítik a versenyzőket. Nagyon szépen mennek a tolnai fiúk, szűken veszik a fordulóba az ívet, és egész a csónakok mellett. Van éppen? A jó hajakosok, spanyol versenyzők. Bizony-bizony a két spanyol egység jelenleg a vezető helyen. Név szerint a 36-os hajóban Santiago Guerrero és Jorge Alonso. Ez elég érdekes sorrend, hiszen a spanyolok eddig nem remekeltek ebben a szakákban. Egyedül kenusai voltak az élmezőben, itt viszont két hajó is ott haladott. Bizony, a másikban Rafael Ruedo és Julio Martínez evez. Ők szállnak most elsőként partra. Francék, a sárga pólóban a svédek, ők nem meglepetés, hiszen ott kell lenniük az élmezőnyben. Ha jól látom, az angolok vannak, mégis a hollandok narancsárga pólóban az első hatosban. Jámborék most is remekül futnak, mint hogy a hírük mutatja, a külső íven az egyik spanyol egységet már lehajrázták, és gyakorlatilag teljesen együtt futnak most már a Cuvedo Martínez párossal is. Sőt, ők kerülnek elsőként vízre, és az két spanyol hajó lett kénytelen az ízözésükre indulni. Forra víz, ahogy beszállásnál igyekeznek minden jobban, minden előbb vízre szállni és elindulni, hogy utána el tudják csípni az oldalvizét a vezető hajónak fölzárkózni rá, így maradhatnak majd együtt. Ha lehet a Béla és Baula Gyula, kicsi lemaradva kezdi meg a futócsapat, véletlenül sok vízban a hajóinkban lehet mondani, hogy nehezen vinni, nehezen kitalnék a hajót. Két nagyon régi rutinos versenyzők, hát ez most nem arra vallott, hogy beszélták a hajót a kerítés alá, remélem, hogy ez nem lehet. Keresen elejtették, és itt is fűrődött a talajba. Természetesen a sikeres tessékedés erős idézőjelben érteni. Ők is az Európa-bajnoki negyedik helyezettek,
és régóta ott vannak a világ élvezényében. Na most ez a kormánylapában megtörtént a baj, valószínűleg, hogy a leszúrásnál a kormányon is történt. Kicsit hirtelen borulani, és ezért egész a parthoz közel próbálnak vízre szállni, hogy nekik ilyen térdigérő vízbe szállni. Itt pedig a spanyol szendvicsben a magyar hajó. Nem baj, hogyha oda a vizen pihennek, úgymond, hát ez csak idézőjeles pihenés, de kicsit könnyebb ott hajakozni, hogyha a spanyolok vizét használják. Itt talán a Mártin ez az élen, utána a magyarok Jámbor és Kakály, majd következik Guerrero és Alonso. Precízen, szépen, ahogy kell, hiszen van még bőven hátra távol. A hölgyek még közben szétszakadt az élmezőn, hárman külön-külön hajakoznak. Itt pedig a férfiaknak egy, nem az élboly, hanem egy hatfős középmezőny, nevezzük talán így, hogy üldözőboly, kinek hogy tetszik leginkább. Nem azt mondtam, hogy megkockáztattam volna, hogy nem lett volna az sem egész közé, hogy az angolok nyelvek, ha így vannak, rendkívül megnehezítették volna a dolgokat, mint ahogy tavaly is ezt tették a világbajnokságon Dél-Afrikában, csak még akkor nem sikerült. Lehet, hogy már sejtettek valamit az angolok is, hogy mi várhat itt rájuk egy esetleges ideút kapcsán. A spanyol fiúk változatlan magabiztossággal versenyeznek. Még egyszer mondom, nagyon meglepő, hiszen az elmúlt világbajnokság és Európa-bajnokság során spanyol páros még soha nem volt az első háromban, és az egész szakma szerintem most döbbenten figyel, hogy mit csinálnak itt ezek a téli fiúk. Név szerint Rafael Puigvedo, Julio Martínez az egyik hajóban, az ötös számúban, őket látjuk bal oldalon, emellette pedig Guerrero és Alonso a 36-osban. Remélem, hogy hátrálévő egy kör az kipukkasztja őket, az elég lesz arra, hogy elfáradjanak. Jellemző egyébként a déliekre, hogy a táv elejét bújják rövid távon is, és a maratonban sem jeleskednek az utolsó időszakban, tehát a véghajrában, úgyhogy reméljük, hogy kicsit elfáradnak, de hát most már olyan túl sok nincsen hátra. Minden esetre Jámborék ott vannak az élmezőnyben, nem szakadnak le, ami azt jelenti, hogy végig versenyben lehetnek a világbajnoki cím megvédésében. Hihetetlen lelkesítő lehet ez a óriási hangzavar, ez a biztatás, ez a buzdítás, amit a magyar közönség, Győri, Szolnai, Tiszaújváros és mindenki, aki az országba ide érkezett, hogy buzdítsa őket, végrehajt. Nyilván a közönségnek itt szerepe van abban, hogy Jámborék remekül bújnak ki futás közben a két spanyol hajó között, és ismételten elsőként szállhatnak vízre. Hogy el tudnak szakadni, el tudnak egyedül menni, megszökni a futószakasz után, de van egy hajó előnyük, de nagyon közel vannak a spanyolok, nagyon közel, biztos, hogy fölbújnak menni vízre, talán a másik egység nem, és akkor egy pár harc lesz a végén. Hát ha folytatjuk azt az eszmefutatást, amit az előbb említettél, akkor most kell egy kicsit keményebb villamot diktálni, és akkor a spanyolok meghalnak a végére. Úgy tűnik, hogy mégsem, hiszen ők a fordulóban ők majd megbeesőnek. Guerrero és Alonso. Az a spanyol hajó, aki igazán versenyben van, a másik hajójuk egy picit hátrébb, most leszakadtak. Nem szakadt le viszont Jámbor és Szakály a második helyen a fordulóban. És ha jól látom, a dánok, akik lépést tartanak velük, nem sikerült. Vezetnek az utolsó pár méteren, talán annyi lehet még, mert a legtöbb ügyen. Ha már az előző említettek az ügyeket, hogy 1990-ben veled együtt ugye már nyertek, Erdődi Ágnes és Baranyai Andrea név szerint, akik szétkedmették ezt a programot. Most támadnak a spanyolok, támadnak, gyerünk fiúk, visszavernek. Nagyon, nagyon kemény véghajlára számíthatunk még itt, de egyelőre jól állja Jámbor és Szakály ezt a párharcot, most megpróbálnak robbantani, láthatólag centiméterről centiméterre, növelik a csapásszámot, és most talán úgy néz ki, hogy sikerül is elhúzni Guerrerótól és Alonsótól. Most már szabad szemmel is jól látható, hogy az ő hajói korra van elő, és ez a távolság most már egyenlő. Azt hiszem, hogy nem lesz itt baj.
a két fiú Jánba és Szakály nagyon-nagyon közel ahhoz, hogy megvédje a világbajnoki címét, és ebben a pillanatban véghez is viszik ezt a dicsőtettet. A spanyolok sem szomorúak, Guerrero hátranyújtja a kezét Alonsónak, ami azt jelenti, hogy elégedettek a második helyen, és így ismeretlenül robbantak be a világ élvonalába. Jánba és Szakály pedig megszerekedték, amit megkövetel a haza, München világbajnokok. Fogadalmuk a szíven, most már számukra csak ez az első hely volt az elfogadható eredmény. Szakály, másunk pedig Jámbor, tényleg szép volt így. Gyönyörű verseny, fantasztikus küzdelem volt, maratonban ritkán látni ilyet.